Úgy tűnik, David Pressman nem győzi egyedül Magyarország szapulását, ezért most már a német nagykövet is meg akarja mondani, hogy kellene gondolkodnunk. Danke, Frau Gross, de ha mi nem szólunk bele Németország önsorsrontó politikájába, akkor talán mi is elvárhatjuk szövetségesünktől, hogy felnőttként kezeljen minket. Már is kezdünk. Az egység napja. Nyíltan kritizálta a magyar kormányt a német nagykövet. 33 nap. 5 hét után munkába állt Magyar Péter. Történelmi pillanat. A fogdából hívta össze az óbudai polgármester az alakuló ülést. Jó estét kívánok, ez a Vezércikk, a műsor, amelyben kezdjük nagyon nem érteni, hogy a szövetségeseink miért akarnak helyettünk gondolkodni. M. Kovács Robert vagyok, és már is mutatom, kikkel beszélgetünk elsőként arról, vajon a német egy újraegyesítés napján már miért nincs jobb dolga Frau Grossnak, mint felvenni az amerikai nagykövet stílusát. Szűcs Gábor, aki furcsája, hogy miközben az ellenzéki politikusok a kormányt vádolják hazugsággal, aközben ők hívják össze a Rács mögül az önkormányzat alakuló ülését. Fritz Tamás, aki nem is érti, mi ezzel a baj, hiszen a fogdában nyugi van, ráadásul a modern technika segítségével lehet tartani a kapcsolatot a közgyűléssel. És Békés Márton, aki szerint a helyzet nagyon egyszerű, tanúi vagyunk egy politikai csoportosulás kipusztulásának. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük akkor azzal, hogy a jelek szerint a német diplomácia kezdi elfelejteni, hogy milyen szerepet is játszott Magyarország a két Németország újraegyesítése területén. Budapesti követük éppen ennek az évfordulójára érezte úgy, hogy élesen kell kritizálni a hazánkat. Lássuk. Julia Gross Németország Magyarországra akkreditált nagykövete a hazánk által megszerzett bizalmi tőkével kapcsolatban azt mondta: jelenleg aggodalommal látjuk, hogy a magyar kormány ezt a tőkét, amely az önöké is, egy teljesen bizonytalan célú és bizonytalan kimenetelű politikai fogadás tétjeként kockára teszi. A nagykövet felhánytorgatta a soros EU elnökségünk kezdetével egybeeső miniszterelnöki békemissziót, illetve a Finnország és Svédország NATO csatlakozása körüli, ahogyan ő fogalmazott, színjátékot. Úgy vélekedett, hogy Magyarország olyan úton jár, amely eltávolítja a barátaitól. Tényleg, mintha csak Mr. David Pressman-t hallanánk. Nem mintha nekünk nem lenne egyébként Németország külpolitikájára, meg hogy azzal mit csinál saját magával véleményünk, de azért én nem gondolom, hogy dr. Györkös Péter, Magyarország berlini nagykövete, ez bármikor a Scholz kabinet orra alá dörgölte volna. Azt hiszem, hogy az Amerikával, Egyesült Államokkal való viszonyunkkal való összehasonlítás az nagyon, nagyon jó ebből a szempontból, mert egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy az Egyesült Államokban van egy demokrata kormányzat, amelyik nem szível minket, Pressman úr ezt állandóan bemutatja, ugye, többféle formában, és valami hasonló van végül is Németországgal is. Tehát Németországban pont egy olyan kormánykoalíció van, amelynek egyetlen tagjával, a koalíció egyetlen tagjával sem értünk egyet. Tehát szemben állunk, ugye a szociáldemokrata Olaf Scholz, a szociáldemokrata pártnak egy csomó nézetével szemben állunk, mondjuk például a migrációval kapcsolatban, most annak ellenére, hogy most ugye valamit tett Németország ebben az ügyben, a határelőzés kérdéskörében. A zöldekkel, akik igazából sötét zöldek, nagyon nem tudunk egyetérteni az ő gondolataikkal, mert lényegében azok a gondolatok és ideológiák, amik jellemzik a zöld pártot, a Grünent, azok lényegében tényleg Európát lefele taszítják. És hát végül is a liberálisokkal nem lehet mondani, hogy szintén egyetértenék, egy másfajta gazdaságpolitikai koncepciónk van, mint a liberálisoknak általában. Ha ezt így összeadjuk, ezt a három pártot és ennek a koalíciót, akkor ebből már következik, hogy legalább olyan ellentétek vannak, mint a demokratákkal kapcsolatban. És hát sajnos a nagykövet az, hogy egy ilyen helyzetben, pont amikor a német egységről van szó, és ugye Helmut Kohl azt mondta annak idején, nagyon sokáig hangoztatta, hogy a magyarok voltak az elsők, a magyarok voltak azok, akik az első követ kiszedték, vagy kirúgták a berlini falból. Tehát innen eljutni idáig, hogy ilyen nagyon
durva, bántó módon beszél rólunk egy ilyen alkalommal. Hát ez semmiképpen sem jó. Egyet hozzátennék azért, hogy a dolog nem fekete és fehér, mert közben meg azért a gazdasági kapcsolataink azok léteznek. Tehát nagyon erősen megvannak, bár nyilván a német gazdaság zuhanása, amelynek látványos jelei vannak, nagy cégek, autógyártó cégek és más cégek kerülnek bajba a Tiszentől kezdve a Boson át egyébként a BASF-ig, tehát lehetne sorolni, vagy például az Intel nevű amerikai cég egyszerűen az utolsó pillanatban lemondta a beruházását Németországban, hogy nagyon komoly dolog lett volna félvezetők ügyében. Tehát egy szó, mint száz, gazdaságilag viszont van azért egy fontos együttműködés, ez nem tört meg, bár ott is vannak repedések, de tehát ebben az összetettségében kell látnunk, hogy a magyar-német viszony nem romlott meg véglegesen, de ezzel a kormányzattal nekünk nagy bajaink vannak, meg hát persze nekik is velünk. Bízunk abban, hogy egy másfajta kormányzat talán másképp fog hozzánk állni. Viszont azt hiszem, hogy örvendetes az a reakció, amit adtunk erre, mert hogy Szijjártó Péter bekérette a nagykövet asszonyt a külügyminisztériumba, és ez a merjünk kicsik lenni időszak, ez elmúlt, tehát már pedig számon kérjük, hogyha minket igen, bántanak. Én itt most kormánykritikát fogok gyakorolni, ez már más műsorodban is előfordult, tök jó ez a bekéretés, csak ezt ki is lehet utasítani esetleg, de ez szigorúan csak egy magánvélemény. Tévedtél a felvezetésben, ne haragudj, mert újabb kritika, mert itt német diplomáciáról beszéltél, és van ez a világ legrövidebb könyvei. Tehát ez a lengyel konyha remekei, ez viszonylag vékony füzet, Sylvester Stallone ezer arca, ez se hosszú, német humor, és ennek van egy ikerpárja, német diplomácia. Tehát beszéljünk nyíltan, ezt láttuk már, 1944. március 19, és Magyarország-német megszállása. Akkor is elvileg egy szövetségi rendszerbe voltunk, az én azt gondolom, nagy hiba volt. Nagy hiba, akkor hagyta magát Magyarország beleugratni a második világháború, ami nemzeti katasztrófa volt. Nemzeti katasztrófa. Most van egy olyan szövetségesünk, aki mellé nekünk semmilyen ellenség, ellenfél nem kell, nincs is Magyarország békés ország, nincs is semmilyen diplomáciai ellentétje, és a Tamással is vitatkoznék, ma ilyen sündisznóként jöttem ide. Szóval nem gondolom, hogy Magyarországnak, magyar kormánynak vitája lenne a választásokon csúnyán leszerepelt német koalíció pártjaival. A diplomácia nem erről szól, hogy akkor nem tetszik, meg ideológia. Németország azt sem, amit akar. Magyarország azt sem, amit akar, mind a kettő egy szuverén ország, demokratikus választásokon, nálunk Magyarországon, a demokráciából fakadóan az a szokás, a legnagyobb szavazatszámra szertevő pártot kinevezzük, hogy kormányt alakítson. Németországban ez nem szokás, mert az AfD-t azt kiakolbólítja a türingiai tartományi törvényhozásból a rendszerpártok, szóval ott nagy probléma van. Lehet ezeket kritizálni, de az állami diplomáciai szintje az magasra emelkedik, az nem reked meg a két ország közötti vitákból, olyan különösebb viták szerintem egyébként nincsenek. Lehetnek ideológiai eltérések, de ez nem a diplomácia tárgya. Amiről itt szó van, ez diplomácia, ahol diplomatikusan kell viselkedni. Én nem vagyok egy diplomatikus fiú, nem is dolgozom a külügyben. Azonban ezen a területen, a külügyekben, a diplomáciában két szövetséges NATO és EU tagország, amikor valóban sok gazdasági kapcsolata van, egy ilyen botrányos, az ország szuverenitását megsértő, népét megalázó kormányát kritizáló beszédet tartani, merőben szokatlan, ahogy az is, hogy utána demarsot intéz, mert ez is megtörtént, aztán demarsot intéz a magyar kormányhoz a német-francia két vezető diplomata, utána meg persze aztán van a behivatása. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt mi követi. A világ legrövidebb könyveinek listájára azért még írjuk föl a Magyar Péter politikai etika című művet is, de róla majd egy kicsit később.
Igen, hát én visszakanyarodnék a legelső kérdésedről, ugye, hogy mikor csinált ilyet mondjuk a magyar nagykövet, a berlini nagykövetünk, és mikor mondta meg Scholznak a véleményét, mikor kritizált. Tehát nincs erre szükség, mert ott megteszi a német nép. Tehát szeptemberben volt már három választás, Türingiában abszolút az AfD nyert, Szászországban gyakorlatilag pár százalékkal maradt el a CDU-tól, de a kancellárt adó SPD-t többszörösen elverte, és Brandenburgban, ami hát jobboldali elhajlással nem vádolható tartomány a Németországnak, ott is csúnyán leszerepelt az SPD, épp hogy nyerni tudott egyébként a CDU. Tehát, hogy alapvetően egy abszolút AfD erősödés látható, akik migrációellenesek, míg a migrációpártiak, és azok, akik most Németország egyébként teljesen lezüllesztik, sehol nincsenek. Egyértelmű, hogy a következő választást, ha így folytatják, el fogják veszíteni. Tehát nekünk nincs szükségünk arra, hogy kritizáljuk őket, megteszik ők a saját választóik, vagy megteszik ott a saját választóik. Na most itt igen, hogy mit tettünk mi a német egyesítésért? Emlékszünk arra, amikor egyébként a németek a Balatonhoz jártak nyaralni, és ott találkoztak. Emlékszünk arra, amikor 89. augusztus 19-én Sopron-kőhídánál megnyitottuk a határokat, és 600 NDK-s németet átengedtünk, hogy találkoznak a szeretteikkel, rokonaikkal, egyébként honfitársaikkal. Mi ebben közreműködtünk, mi segítettünk abban, hogy Európa egységes legyen, és Németország is egységessé váljon, és Magyarország ezt az egységet soha nem akarta szétverni, és egyébként a nyugati szövetségeinket sem akarjuk szétverni. Csak egyrészt nem véletlen, hogy a történelem a tudás tanítómestere, tanulunk a múltból, tanulunk a történelmünkből, tanulunk a tapasztalatainkból. És ahogy ezt már itt korábban is elmondtam, nem Orbán Viktor az első, aki kimondta azt, hogy kelet felé is nyitni kell, és aki azt mondta, hogy nem lehet blokkosodni, még ha talán régen nem is így fogalmazták meg. Ugye, ha megnézzük a Szent Koránt, aminek a tetején latin, az alján görög felirat van. Ez nem véletlen. Ha megnézzük később, a németek vádolhatnak minket, meg a nyugati országok, hogy mi kelet felé is kitekintünk. Hát persze, nem ők voltak azok, akiket a tatárok megszálltak. Nem ők, vagy legalábbis átvonultak az országon, akiket a törökök megszálltak. Nem ők vannak egy ütköző zónában, ahol mi viszont vagyunk. És nekünk látnunk kell azt a gazdasági racionalitást, azt a realitást, hogy igen, Németországban jön a legtöbb működő tőke Magyarországra, meg az Egyesült Államokból, de rögtön ott van Dél-Korea és Kína. Velük is kereskednünk kell. Nem lehet őket kizárni ebből, nem tehetjük meg, és egyáltalán itt most egy szuverenitási kérdés, hogy nekünk megmondhatja egy nyugat-európai ország, hogy kivel kereskedjünk, kivel milyen szövetségeket kössünk. Ez nem bontja fel attól még a nyugati szövetségeseinket. Ők egyébként korábban megtehették azt, hogy kihasználtak afrikai vagy távol-keleti országokat, tökéletesen kizsákmányolták őket, és most pedig azt várják el tőlünk, a kisebb közép-kelet-európai országoktól, hogy mi szintén feladjuk a szuverenitásunkat, behódoljunk nekik, és akkor itt Marcinek egy több évvel ezelőtt írására tudnék reflektálni, ugye a komprádor értelmiség hegemóniájára, amire azt mondta, hogy itt ilyen értelmiségiek vannak. Tehát, és ezt szeretnék nyugaton, akik pénzért eladnák az országot, és kiszolgálnak a nyugati értékeket, vagy a nyugati érdekeket, bocsánat, csak hogy nekünk a magyar érdeket kell szolgálnunk, és ez az, amit a nemzeti kormány egyébként csinál. Mondtam, hogy nem ússzátok meg Magyar Péter nélkül, mert hogy most végre megtudhattuk, hogy mit is jelent Magyar Péternél a 20 ezer eurós kamuállás. Hát az olyan munkahelyet jelent, ahová nem kell bemenni több mint egy hónapig, viszont elvárhatod a főnökeidtől, hogy cserébe megvédenek a hatóságoktól, hogyha esetleg enyves a kezed. Lássuk! Végül is ez is valamiféle eredmény. A végtelen számú önmagáról szóló fotó készítése közben Magyar Péter talált arra módot, hogy a nyári szünet utáni 5. héten először megjelenjen a brüsszeli munkahelyén. Ezzel a lendülettel abszurd bárdalatlansággal kezdte szórni másokra a naplopójelzőket. Jócskán furcsa ez annak fényében, hogy szeptemberben a nyilvános jegyzőkönyvek szerint egyszer sem vett részt brüsszeli üléseken. Tudják, ez az a munkahely, amelyre hivatkozik, mikor nem ül be a fővárosi közgyűlésbe. Írja Facebook bejegyzésében Dömötör Csaba. Jól emlékszem, hogy ebben az ügyben is egyébként azt ígérte, hogy fideszes EP képviselőket kritizálva, hogy ő aztán ott lesz, ha kell, ha nem. Hát most az, hogy nem tartotta meg az ígéretét, az szerintem nála már hagyománytisztelet, mert ugye eddig nagyjából egyiket sem. Ráadásul lássuk be, hogy mondjuk az EP-ben nem lehet olyan látványos szelfiket készíteni, mint valamelyik gáton tiszta lapáttal, tehát ez érthető nála. Na de, szóval, hogy mondjam, nem értem, még mindig nem értem, hogy mi a pasasnak a titka, amiért ezen nem látnak át tízezrek meg számára. Narcisztikus, manipulatív személyiség, tehát én nem szeretem a pszichológiát, de ez attól még egy tudomány, és röviden utána lehet nézni, van 10 pont, és ha meg kicsekkolod, akkor nála mind a 10
megjelenik, javaslom a nézőinknek beírni a Google keresőbe, azt ki fogja adni, hogy ez hogy néz ki. Nagyon sok mindenben hazudott, világvicce lenne, ha ő politikus lenne, politikus lett. Kamuállás az EP, amit valóban kamuállásként kezel, tehát ha egy 33 napon keresztül nem jár be, aztán zsebbe jön a 8 millió. Tehát hogy nyilván látjuk, hogy miről van szó. Dömötör Csabinak a nyilatkozata tökéletes volt, majd végére azt is oda tettem, hogy tudnak találkozni Brüsszelbe, Strasbourgba, attól függ, hol ülésezik a testület, aztán végig tudják beszélni a dolgokat, ráadásul ugyanabba a vidékfejlesztési bizottságba tartoznak, le lehet ülni, le lehet meccselni, le lehet beszélni, ahogyan az állami televízióban nem ment el vitatkozni, itt majd a Csabi oda fog neki állni a folyosón, aztán meg tudja kérdezni. Tehát Magyar Péter így viselkedik, abban nem érdemes belemenni, hogy a követői ezt miért respektálják, akik a nyílt bántalmazást elnézték neki, akkor is, amikor feleségével csinálta, akkor is, amikor az egyébként kormányellenes barátnőjével csinálta, nekik egy számít, pusztuljon az Orbán. Ahonnan erre látnak esélyt, azt bálványozzák, és imádják, el fog múlni. Kétségtelen egyébként, hogy a Pasas tehetséges például a szimbólum keresésekben, mert most ugye pont a lyukas zászlót próbálja lenyúlni október 23-ára, amúgy azon gondolkodtam, hogy hát márciusban márciusi ifjú volt, most Korvin közi szabadságharcos lesz, kicsit sajnálom, hogy áprilisban nem volt Dózsa-féle parasztfelkelő, de majd novemberben még a nagy októberi szocialista forradalom emlékére még esetleg valami újabb arcot magára vehet. A helyzet szerintem az, hogy Magyar Péter egy egyszemélyes párt tulajdonképpen. Tehát igazából ez az ember, ez megpróbál mindenütt jelen lenni, és mindent megoldani. Igazából nem nagyon tehet egyelőre mást, mert valójában nincsen egy stábja, nincs egy vezérkara, nincs egy holdudvara, tehát igazából nincsenek olyan, nem tudunk neveket megnevezni, akik mellette érdemben tudnának politizálni. Tehát ez a Magyar Péter nevű fiatalember, hogy mondjam, hogy fiatalember, egyszerre mindent akar csinálni, na most ebbe csak belebukni lehet. Tehát, hogy mondjam, a komoly, mert ugye nem egy kis párt, mert a kis pártok, a 4-5%-os pártoknál egy ember elég, viszi, az kész. Tehát végül is eljutott tényleg egy ilyen komolyabb vehető mértékű pártá, tehát második számú. Ilyenkor már egy ilyen pártok beözőlenek mindenféle alakzatok, fogunk róla beszélni, hogy kifejezetten szélsőséges figurák is, akik mondjuk csákányokról, meg nem tudom én, fejszékről beszélnek, hogy azt használják. Tehát ettől kezdve mindenféle irányzat bejön, és ehhez féken tartani, és ezt egybe tartani, ez egy pokoli nehéz feladat, ez egy ember képtelen megcsinálni. A Fidesz is fokozatosan fejlődött fel egy olyan nagy néppártá, amelyben egy komoly vezérkar tudta a különböző irányzatokat beszabályozni. Tehát nem lehet úgy nagy pártot csinálni, hogy egy ember mi egyszerre akar mindent megoldani. A fővárosban, európai parlamentben, önkormányzatokban, akárhol, ez teljes képtelenség. Tehát ez így reménytelen vállalkozás. Hát addig mindenképp egyébként jó, vagy azt mondhatnám, hogy ha két rossz közül választhatunk, a kevésbé rossz opció, hogy az Európai Parlamentben, és nem az országgyűlésben. Nekünk is jobb, mert távolabb van, meg mégiscsak a nemzeti jogalkotásaig nincs ráhatása, legalábbis közvetlenül. A másik pedig az, hogy hát neki is jobb. Mert az Európai Parlament csak a tisztségviselőknek mondja ki, aki távol marad igazolatlanul, levonják a szabadságaiból, és ha a szabadságai már elfogytak, akkor a fizetéséből a képviselőkre nem vonatkozik. Ezzel szemben Magyarországon az alaptörvény és az országgyűlési törvény is kimondja, hogy a képviselők joga és kötelezettsége kezdeményezően részt venni az országgyűlés munkájában, és azoknak a bizottságoknak a munkájában, amelyeknek ő a tagja. És amennyiben ezt huzamosabb ideig nem teszi meg, vagy miatta a szavazás érvénytelen, akkor ott nagyon komoly tiszteletdíj megvonásra kerülhet sorra, vagy erre egyébként számos esetben sor is került, hogy Kövér László ezt egyébként következetesen és nagyon helyesen alkalmazza is. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy nem azért szaladt most hirtelen Brüsszelbe, hogy találkozzon esetleg a következő jogállamisági jelentéstevővel, mert ugye általában a baloldaliak nálunk ezt szokták, hogy jó előre egyeztetik, hogy mi legyen a következő jogállamisági jelentés. Urak, ennyi fért bele műsorunk első részébe, most tartunk egy pár perces szünetet, de utána visszavárjuk nézőinket. Tartogatunk még izgalmas témákat, már is mutatjuk, hogy mit. Történelmi pillanat. A fogdából hívta össze az óbudai polgármester az alakuló ülést. Kampány.
kitiltaná az elnök jelölt Romániából Orbán Viktort. Történelmi pillanat. A fogdából hívta össze az óbudai polgármester az alakuló ülést. Kampány. Kitiltaná az elnök jelölt Romániából Orbán Viktort. Jó estét kívánok, folytatódik a vezércikk Fritz Tamással, Békés Mártonnal és Szűcs Gáborral. Következő hírünk egy olyan történetről szól, amelyet akár Guy Ritchie is rendezhetett volna, hiszen Kis László súlyos korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított óbudai DK-s polgármester a Rács mögül hívta meg a képviselőket a közgyűlés alakuló ülésére. Lássuk! Valószínűleg az óbudai polgármester a történelem során az első, aki a fogdából hívta össze az önkormányzat alakuló ülését. Kis László polgármester ugyanis vesztegetés gyanúja miatt letartóztatásban van december közepéig, így miután nem mondott le posztjáról, Bocs Dénes jegyző jelenlétében írta alá a meghívót, az ülést pedig jövő hétfő reggelre hívták össze. Kis írásbeli javaslatot tett az alpolgármesterek személyére is. Az egyik előző ciklusbeli alpolgármestere Ceglédi Gergő is letartóztatásban van, szintén vesztegetés gyanújával. Remélem őt is jelöli alpolgármesternek, már csak a vicc kedvéért is egyébként, de olyan vicces lesz ez az egész ciklus, nem? Tehát, hogyha mindig beszélőn fogják aláírni a határozatokat, a rendeleteket. Hát amit most mondok, az a cinizmus jegyében szólal meg, úgyhogy ne vegyétek komolyan. Mi baj van ezzel a helyzettel? Semmi baj nincs. Hát gondoljuk meg, a börtönben nyugalom van, van egy asztal, van egy szék, szerintem egy laptopot is a rendelkezésére bocsájtanak. Zoomon, Skype-on, bárhogyan össze lehet hívni, lehet ezt csinálni. Szerintem fejlődnek a baloldaliak, tehát azt mondják, hogy nyugodt, békés körülmények között lehet ezt csinálni, és a kapcsolatot lehet tartani, senki nem zavar ebben, teljes a csönd, a nyugalom, és a technikát felhasználják, a modern technikát, tehát az internet lehetőséget ad arra, hogy börtönből is lehessen nyugodtan vezetni egy önkormányzatot. Tehát én azt gondolom, hogy ők a progresszívek, tehát ilyen értelemben a modern technikát kiválóan használják. Tehát én összességében jó véleménnyel vagyok erről a dologról, mert ez a fejlődés mutatja. Egyébként a példa ott van az Európai Unió, az Európai Parlament, ahol mondjuk Eva Kaili először börtönben van, onnan is dolgozik, aztán mondja, hogy hát azért jobb körülményeket szeretne, majd kiengedik, végül visszatér, következmény nulla. És vagy szavaz a magyar jogállamisági helyzetéről utána. Így van korrupciós ügyekben, de hát még hogy hívják, Ilia Salis, így van, aki ugye tudjuk, hogy egy antifa mozgalom, olasz zöld képviselő, ha jól mondom, itt járt Budapesten egy kicsit verekedni, megütni ártatlan embereket, ehhez képest ott van az Európai Parlamentben, következmények nélkül természetesen. Tehát én azt gondolom, hogy a baloldal nyugodtan levonhatja ebből a példákat, és haladhat ezen a fejlődés útján, hogy így fogalmazzak, és stílszerűen egy régi korszakot felidézve, és annak vezetőjét. Egyébként Kis László lehetne akár kétszeres Guinness rekorder is, nem csak összehívja és működteti az önkormányzatot a Rács mögül, de képzeljétek el, hogyha ugye őt azért tartják benne, mert a bűnismétlés veszélye is fennáll, és képzeljétek el, hogyha onnan szervezni a korrupciót, azért az úgy rendben lenne, nem? Hát ez azért egy korszak vége, tehát közben bejelenti Tüttő Kata, hogy a politikai pályát odahagyja, bejelenti Bőszanet, hogy lemond a főpolgármester helyettességről, Kunhalmi Ágnes nem tervezi tovább a karrierjét, Donát Annát a hírekben már csak a kékfénybe fér bele, tehát ugye ott is egy ügyészségi eljárás van, Szél Bernadett, ha valaki még emlékszik rá, akkor őt szintén az ügyészség hasonló ügyben hallgatta meg, Fekete Győr Andrást már volt egy ítélet vele kapcsolatban, és aztán ugye jönnek ez az új fiú, aki szintén kehi jelentés, aztán telefonlopás, annak a Dunába dobása, tehát azért, hogy mondjam, persze nevetgélünk, meg vicces, de hát mondjuk azért a magyar demokrácia állapotában, ez mégis a népszuverenitás
megnyilatkozása a választás, ott közhatalmi tisztségekre pályáznak ezek az emberek, ez a kis polgármester úr, ugye DK, mint Dutyi koalíció, vagy nem tudom, hogy lehetne manapság ezt feloldani, tehát ő is közhatalmi tisztségre jelentkezett, de egyébként a most lemondott Bőszanettől elkezdve sokan mások. Tehát azért a magyar politikát, tényleg komolyan beszélek, nem sírom vissza őket, senkinek nem kell egy közel háromnegyedes többséggel kormányzó Horn Kovács László Horn, igen, Kovács László Kispéter, de hát bocsánat, ezekhez képest kinek köbd Kósáné Kovács Magda egy politikai hérosz volt ezekhez az emberekhez képest. Itt azért a hazai baloldal, ami olyan jó 100-120 éve Jászi Oszkár kora óta velünk van, ennek egy borzalmas korrupciós, borzalmas morális és borzalmas szervezeti, szellemi, személyi leépülését látjuk, ahol a egykori félelmetes, szemkilövető Gyurcsány Ferenc az anyja angol nevén ír valami félvallásos kémregényt. Tehát azért ez tényleg egy politikai csoportosulás kipusztulása, nem az a baj, hogy kipusztul, mert kipusztulnak politikai, átvitt értelemben generációk, csoportosulások, de ez nem olyan, mint amikor egy nagymamut eldől az oldalára és iratja az erdő, mert legalább annyit pusztít el maga körül, amikor leesik a mamut, mint ahányan utána kinőnek a földből, de ez dicstelen. Ez a magyar demokráciának is, egyébként a népszuverenitásnak is egyébként egy szörnyű áldozat, egy borzalom, dráma. És részben és kiszerű. Így van. Ez a szörnyű. És részben azt hiszem ez a mélyrepülés vezetett ahhoz a jelenséghez is, hogy régen nevetgéltünk azon, hogy ha a Fidesz egy normális ellenzéket akar, akkor ki kell nevelnie magának. Most tulajdonképpen eljutottunk oda a baloldal mélyrepülésének köszönhetően. Igen, abszolút egyetértve az előttem szólok egyrészt abban, hogy ténylegesen egy korszak véget ért, de hát ahogy ugye a céges környezetben ezt generációváltásnak hívják, itt is valamilyen hasonlóról van szó egyébként, és az pedig, hogy mi van az EP-ben, az jól mutatja az egész nemzetközi baloldalnak az állapotát. Csak az a nagy különbség, hogy az Európai Parlamentben ott van mentelmi jog. Így Eva Kaili állást tud foglalni a plenáris ülésén korrupciós ügyebben, és el tud ítélni más országokat, és igen, Ilaria Seris is ott van, aki életveszélyt okozó testi sértés vádja miatt került a bíróságban a vádlottak padjára, majd felrakták Olaszországban az EP listára, és most ott van, élvezi a mentelmi jogát, kapja a fizetését, és egy percig sem aggódik amiatt, hogy hosszú éveket kellene egyébként valószínűleg fegyházban eltölteni. Nem is gondol ilyenekre. Tehát őt megmentették. Na most a polgármestereknél ilyet nem látunk. Itt most ugye a polgármester és az alpolgármestere is egyébként letartóztatásban vannak. És pontosan arra van szó, hogy itt az, hogy megoldják, a kormányhivatal azt mondta, hogy lehet így is össze lehet hívni alakulóülést, és a kormányhivatal az, aki a törvényességi felügyeletet gyakorolja az önkormányzatok felett. Ha azt mondta, hogy rendben van, akkor rendben van, csinálják így, nem ezzel van a baj. Azzal van a baj, hogy a nép a hatalmát a választott képviselői útján gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy most a nép szócsöve az éppen a Rács mögül szól. Tehát aki képviseli... Jó megfogalmazás. Aki a harmadik kerületben képviseli az embereket, ő most ott van bent egy négyzet alapú cellában. Ő ott ül bent, és onnan osztja az észt, onnan mondja, hogy mit, hogy kellene csinálni, és tényleg így van, tehát ez lehetne akár egy ilyen maffia regény is, hogy bentről, a börtönből irányítja a bűnszervezetét. És persze az ártatlanság véleme mindenkit megillet, őket, és még nem mondtak, hogy bírósági jogerős ítéletében nem mondhatjuk azt, hogy hivatali vesztegetés mondjuk bűnös lenne, de azért a gyanú az erős. A gyanú az nagyon erős, és tényleg az van, hogy méltatlan. Méltatlan az egész helyzet, és közben ők azok, akik egyébként a polgári nemzeti kormányt azzal vádolják, hogy itt mindenki bűnöző, itt egy bűnszervezet működik, akkor miért van az, hogy ők azok, akik a Rács mögül hívják össze az alakuló ülést? Muszáj egy mondatot mondanom, mert arra érdemes felfigyelnünk, hogy Ilias Salis, illetve akár Eva Kaili esetében is a mentelmi jog ugye működik. Na most akkor, amikor reménykedünk abban, hogy Magyar Péter esetében kiadják a mentelmi jogát, hát akkor azért alaposan gondoljuk meg, hogy mennyire reménykedünk ebben, amikor egy Salis, aki tényleg hát erőszakot követel, ott tud ülni,
akkor én azért elég meglehetősen pessimista vagyok. Szerintem, hogy itt minden alkalommal azt mondtam, hogy nem fogják kérdezni. Ez egészen biztos, mert hogy végül a plenáris ülés dönt róla. Tehát egy politikai döntés születik egy jogkérdés. Biztos, hogy nem. Hillary Assadis ügyében adjuk meg szintén az ártatlanság véleményét az Európai Parlament mentelmi bizottságának, mert hogy ők még nem döntöttek erről. Tehát még lehet róla szó, de hát nem úgy, tehát nem úgy állnak a csillagok jelen pillanatban ezt. Még ehhez bocsánat, Robi, csak annyit tegyünk hozzá, hogy egyébként ott a mentelmi bizottságtól, meg a plenáris üléstől, meg ott a jogi szakbizottságtól, aki állást foglal, nem is bűnösségről, ott ők csak arról döntenek, hogy kiadják, persze, hogy nyomozhassanak vele szemben. Tehát neki csak a lehetőséget kellene megadni, hogy a nyomozóhatóság lefolytassa velük szemben a nyomozást. Még ehhez sem járulnak hozzá. Tehát nem is szeretnék, hogy kiderüljön az igazság. Erről van szó igazából. No, jöjjön egy lapajánló, mert hogy olyat is szoktunk. Kapcsoljuk Hámori Esztert, a Metropol vezető szerkesztőjét. Szervusz, mit ajánlasz holnapi lapszámotokból nézőinknek? Sziasztok, jó estét! A holnapi Metropolban többek között a római parton lévő áldatlan állapotokról írunk majd. Nem elég ugyanis, hogy az árvízi védekezés során a római parton élők teljesen magukra lettek hagyva az önkormányzat és a főváros által is, de most még a víz levonalása után sem takarított ki Karácsony Gergely a part mentén. A lakosság szerint ez egy botrányos felelőtlenség, hiszen a néhol 10 centi vastag iszap miatt fennáll a fertőzés veszély, az E. coli, valamint a szalmonella baktériumok miatt. Ebbe mennek bele a kutyát sétáltatók, a biciklisek. A római parton élők felszólították a főpolgármestert, hogy takarítasson ki, de még semmi nem történt, így most arra várnak a helyiek, hogy végre történjen valami, és visszatérhessenek a megszokott életükbe. Köszönjük, Eszter! Éljen és virágozzék Budapest Köztársaság, mondhatnám. Ugorjunk egy picit a szomszédba, mert hogy azért az egyébként gyönyörű, hogy délkeleti szomszédunknál azzal lehet kampányolni, hogy ki az, aki kitiltaná a magyar miniszterelnököt az országból. Lássuk! Bár még hetek vannak hátra a romániai elnök választásig, a kampány ezerrel pörög, és időnként meghökkentő kijelentések hagyják el az aspiránsok száját. Igaz ez Elena Lasconira, a román ellenzéki Mentsétek meg Romániát szövetség elnökére és államfőjelöltjére is, aki nemrég azt nyilatkozta egy tévéinterjúban, hogy Orbán Viktor Romániából való kitiltását is fontolóra venné. Lasconi megjegyezte, hogy meglátása szerint a magyar miniszterelnök revizionista nyilatkozatokat tett. A román pártelnök elsősorban Orbán Viktor Tusnádfürdőn elhangzott nyilatkozatait kifogásolja. Hát, ha minden magyar ellenes román politikust kitiltottunk volna az országból, akkor lassan nem lenne diplomáciai kapcsolat a két ország között. Ja, nagyon röviden, ez a párt nem egy jelentős párt, ezt vegyük figyelembe. Romániában, amikor közelednek a választások, akkor mindig megjelennek ezek a szélső jobboldali, vagy akár szélső baloldali képződmények, amelyeknél abszolút kártya, tehát Romániában ez egy természetes kártya, hogy Magyarországban ilyenkor bele kell rúgni, mert ezzel mindig lehet valamilyen vélt előnyöket szerezni, úgyhogy nagy ügyet nem kell ebből csinálni, az aur is ilyen, vannak ilyen képződmények, állandóan újra előjönnek, és így tovább. Miközben egyébként, csak jelzem, hogy a PCD, tehát a Szociáldemokrata Párt, erről meg azt hallani, hogy azon gondolkodik, hogyha a liberálisokkal megszakad a kapcsolat, akkor az RMDS-szel kormánykoalícióban esetleg majd magyar miniszterelnöke lehet az RMDS részéről Romániának, ami egy, tehát azért ilyen is van, de mondom még egyszer, hogy nehéz is megjegyezni időnként a román miniszterelnökök nevét, mert elég gyorsan cserélődnek. Találós kérdés, hogy most éppen ki az. Tehát egy a lényeg, ez egy természetes jelenség Romániában, a magyar kártya újra és újra előjön, de egy ilyen kis szerencsétlen pártnak azt hiszem az, hogy most ezt mondja, ennek a jelentősége a nullával egyenlő, még az EU-nak se kell vele foglalkozni, kivételesen azt mondom, már sok mindennel kéne foglalkoznia, de ezzel talán nem érdemes. Marci? Kampány téma jön és megy, a jelenlegi SZOSZDEM társ miniszterelnök kijelentette, hogy semmi dolga, semmi ügye Orbán Viktor Tusnádi szavaival, ugyanezeket mondja Brüsszelben, meg mondta Tusnádfürdőn is, és Románia fontos gazdasági kooperációs partnere Magyarország, úgyhogy nincs itt semmi látnivaló. Ráadásul, ha valaki sokat tesz Románia schengeni csatlakozásáért, az éppen Magyarország. Igen. Persze, meg hát most lássuk be, ez nonsens, tehát politikai racionalitás nincs mögötte, ez egy nagyon gyenge kampányüzenet.
Orbán Viktor nem folytat revizionista politikát, segíti a határon túli nemzettársainkat a magyar kormány, de ez nem jelent revizionista politikát, és csak egy zárójeles megjegyzés, nekünk legalább van mit revizionálni. Egy viszonylag komolyabb témát hagytunk ide a végére, de nem sok időnk maradt rá, mert hogy Brüsszelben megint felvették a fegyvert hazánkkal szemben. Most éppen a szuverenitás védelmi törvény miatt citálnak minket bíróság elé. Lássuk. Brüsszelben döntés született arról, hogy az Európai Unió bírósága elé viszik a Magyarországon 2023. decemberében elfogadott szuverenitásvédelmi törvényt. Az Európai Bizottság februárban indított kötelezettségszegési eljárást a jogszabály miatt, mivel úgy vélték, hogy az több ponton sérti az uniós jogot és az EU alapjogi chartáját. A Népszava szerint a bizottság nem indítványozza a törvény alkalmazásának felfüggesztését az ítéletig, a bírósági szakaszba lépés azt jelzi, hogy a brüsszeli testület nem találta kielégítőnek a magyar kormány válaszait. Szerintem semmi más nem történt, mint hogy a bizottság ismét egyértelművé tette, hogy szervilisen kussoló tagállamokból álló szövetséget akarnak, és nem szuverén nemzetállamokból álló szervezetet. Van itt más látnivaló? Ha kezdhet. Kezd. Jó, fél perc. Szerintem erről van szó, tehát, de egyébként alapkérdés. Tehát kicsit így kátószerűen a római szenátor Kártágónak pusztulnia kell. Nem azt akarom mondani, hogy az EU-nak pusztulnia kell, hanem csak annyit tudok mondani, hogy az Európai Unió jelenlegi állapotában szerintem válságos helyzetben van. A gondolatai erről a bizonyos birodalmi Európai Egyesült Államok dologról, ami a fősodort jellemzi, használhatatlan. Egy radikális megújulásra van szüksége az Európai Uniónak. Ha ez nem történik meg, akkor én sötét jövőt jósolok az Uniónak. Marci. Ugye van egy alkotmányos szervünk, erről döntött a magyar törvényhozás, ahova a nép delegálja a képviselőket népszuverenitás alapján, tehát ez a felépítmény, és az Európai Unió egy senki által meg nem választott testület igyekszik ezt befolyásolni, tehát durva szuverenitássértés. Nem igen értek ezekhez az EU-s ügyekhez, úgyhogy kénytelen voltam utána olvasni, köszi, hát rettenetes volt, és az kiderült, hogy azért egy másfél-két év mire ennek bármilyen döntés lesz a bíróságon erről, és az is, hogy ettől még ez a testület természetesen az alkotmányba foglalt feladatait ellátja, és semmilyen más szankció alá most egyelőre nem kerültünk. Azért szeretem mindig ezeket a bírósági ügyeket, mert ugye ez az Európai Unió bírósága. Tehát nem nagyon láttunk még olyat, hogy ott ne a bizottságnak megfelelő döntést szülessen. Hát ugye itt a hatalmi ágak szétválasztása az teljesen megszűnt gyakorlatilag, tehát beolvadt ő is a végrehajtó hatalmi ághoz nagyjából, és akkor a bizottsággal kooperál az EUB. Nemzeti szuverenitásról szóló törvény, ez a neve a jogszabálynak, teljesen mindegy, hogy mi van benne, innentől utálják. Tehát már a neve predesztinálja arra, hogy ez gyűlölni kell, és ez nem lehet az EU joggal konform. Mindig azt mondják, hogy több pontban sérti. Egyetlen egyszer nem sorolják fel, melyik pontokban. Viszont az alapító szerződésnek van olyan pontja, hogy jogállam, hogy demokrácia, hogy a nemzeti identitás védelme, hogy a szólásszabadság védelme, hogy a tiszta választásoknak a védelme, és egyébként 2021-ben az Európai Parlament is elfogadott egy állásfoglalást, ahol az intervenciót ítélték el. Ez a törvény pontosan ezeket erősíti meg. Ott van a preambulumában, hogy a demokratikus vita és közélet kialakítása és megerősítése az egyik célja. Tehát teljes mértékben összhangban van az EU céljaival, csak hogy ezek már csak a szavak szintjén sajnos az EU céljai. Több mint 100 kötelezettségszegési eljárást indítottak már Magyarországgal szemben, senkit nem érdekel. A probléma az, hogy az EUB döntés ellen viszont nincs fellebbezés. És azt láttuk nem olyan régen, hogy 200 millió euró plusz napi 1 milliós bírságra megbüntettek minket. Ez viszont már nagyon komoly, és a gazdasági szuverenitásunkat érintő kérdés, tehát emiatt foglalkozni kell vele, és sajnos fel kell vennünk a kesztyűt, bármennyire is nonsens egyébként az egész. Igen, tehát a jogorvoslat hiánya az is olyan jogállami megoldás, amit úgy általában rajtunk szoktak számon kérni. Uraim, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyenek így holnap is, amikor Deák Dániellel, Filip Dáviddal és Rákai Filippel várjuk majd önöket. Ha lemaradtak adásunkról, azt visszanézhetik a Hír TV weboldalán. Maradjanak továbbra is csatornánkon. Szép estét mindenkinek!